Hasonsát köszöntök mindenkit ismételten a csatornán, folytatjuk a Subnautica tutorial videósorozatot, és ebben az epizódban a terveim szerint két további nagyon fontos eszköz beszerzését fogjuk nektek megmutatni. Az egyik a lézervágó, és terveim szerint a csikóhal lesz a másik gépjárművezet tervrajzait fogjuk akkor megkeresni a tengerfenekén. És erről kaptunk is információt rádión keresztül. A 17-es mentőkabinhoz kell ellátogatnunk ezekhez az eszközökhöz. Ugye itt vagyunk a központi korall zátonynál, ahol ez a korallcső kilóg a tengerből, ugye ez a fix pont, és ott van velünk szemben az Aurora. És el kell indulnunk az iránytű szerinti nyugati irányba innentől kezdve. Körülbelül innen 500 méterre található, úgyhogy neki is iramodunk. Hoppá! Közben szembe jött egy ragadozó. Használom ezt a elemes csiklót is, hiszen terveim szerint hamarosan az elemtöltőt is be fogjuk szerezni, úgyhogy nem kell majd az elemek cseréjével szarakodni sokáig. És 100 méter mélyre kell merülni, úgyhogy itt azért kell majd szufla a víz alatt. Átmegyünk ezen a kúszószőlő növényzeten, és eljutunk erre a kis tisztásra, ahol változik a map, ilyen kék színű. És itt van a 17-es mentőkabin, először is oda megyünk. Ezt kikapcsoljuk, és akkor itt alaposan szét fogunk most nézni. Scanner elő. És akkor itt mindent le fogunk szkennelni, mindent körülnézünk, ami kell. Na itt van rögtön már is egy csikóhal töredék. Jó napot kívánok! Három részt kell ebből találni egyébként. Na akkor rögtön be is megyünk ide is, ha már ide jöttünk. PDA-t csak utoljára veszem föl, mert az legalább világít. Alaposan kirágták. Itt nagyon más nincs is, ha jól látom. Nincs csak a PDA, akkor felveszünk. És akkor itt aztán tényleg alaposan nézzünk szét ezen a környéken. Ugyanis itt lennie kell egy óriási nagy roncsnak. Ott van szemben az óriási nagy roncs, tessék. Mindegy, ha más nem, akkor a csikóhalból már egy töredéket megtaláltunk. És akkor itt minden dobozkát nézzük át. Itt a lézervágó töredék. Csak mondanám. Kicsit közelebb. Nagy. Az első megvan. Most fölmegyünk levegőért. Megyünk. Le, a roncshoz. Itt volt az első dobozka, amit leszkenneltünk, menjünk tovább. Jó. Újra szkennelt elő, nézelődünk. Itt egy újabb csikóhal töredék. 3/2, abból már csak egyet kell majd megtalálni valahol. Egy lénytojás. A dobozban nincs semmi. Nézelődjünk tovább. És ott a csikóhal harmadik töredéke. Megvan a csikóhal, hölgyeim és uraim. Király! Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. És van még 45 másodperc. Na itt van ennek a roncsnak az oldalán, ott van a rés, oda bemegyünk. És akkor elő a lámpát. És itt átkutatunk mindent. Azt mondja, hogy egy ellátmányláda. Van fertőtlenített víz benne, nagyon hasznos. Fú, itt az annyira jó ez a... hogy így... Nagyon szédületes élmény. Na, maradjunk egyébként, szédületes élmény. Ó, van fényszóró, ezt azért leszkenneljük. Gyorsan. Egy. Hát, én nem látom. Én nem látom azt, hogy itt lenne esetleg... Ó, nézzetek oda, amit találtam. Elemtöltő állomás töredék.
Nézzenek oda! Ezért nem kell kapkodni, látjátok? Egy csomó hasznos dolgot lehet itt találni. Itt az elem töltő állomás töredék maradékja. Yes! Elem töltő állomás. Nem ezzel jöttünk, de... Zsír. Haha! Megvan az elem töltő állomás, gyerekek. Hát nagyon örülünk. A lézervágóval jöttünk, de elem töltő állomás lett belőle. Ebből is látszik, hogy a játék random módon generálja a cuccokat. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy mit hol találunk. Itt most ugye elméletileg lézervágó töredéknek kellett volna lennie, elemtöltő állomást kaptunk helyette, de hát az is kurva hasznos. Úgyhogy én örülök ennek is, úgyhogy hogy ne örülnék. Hát akkor ennyi. Gyakorlatilag itt már úgy nagyjából mindent átnéztünk, úgy nagyjából, de azért még itt becsúszunk, csúszolunk, nem tudunk oda bemenni. Akkor jó, akkor mehetünk. Akkor mehetünk, hát ennyi volt. Jézus. Na visszatértünk a bázisra, és akkor első körben megépítjük ide a bázisra az elem töltőállomást, amivel ugye elemeket tudunk tölteni mindenféle ilyen kütyűhöz, ami elemmel működik. Ehhez elő kell vennünk az élőhelyépítőt, és keresni egy olyan helyet, ahova felépítjük az elem töltőt. Hát én ezt a falat gondoltam. A bejárathoz közel. Nyomunk egy ilyen... Ugye van a kültéri modulnál, ugye vettük ezt a fényszorót, lehet fényszorót kitenni, hogy kicsit több fény legyen. Viszont a beltéri moduloknál íme, amit összeszedtünk, az elem töltő állomás. Ehhez kell egy titán, egy rézdrót és kábelkészletet kell csinálnunk még gyorsan. Csinálunk két ezüstből, fabrikálunk, nyersanyag, elektronika, és itt van két ezüstércből kábelkészlet. Nagyszerű. És akkor már is megépítjük ide a falra a cuccot. Elemtöltő állomás, így van. Zseniális! Na, most megnézzük, hogy hogy állunk elemügyileg. Ugye az R, a billentyűzeten az R, mint Robert gomb megnyomásával meg lehet nézni, hogy hogy állnak az elemek. 84%-on áll a szkenner, az tökéletes. A késben nincs elem, az elemlámpa viszont 56%-on áll, úgyhogy azt föl fogjuk tölteni. Úgyhogy megnyomjuk az R, nyomunk egy balra, hogy rámenjen az X-re, és megnyomjuk a bal egérgombot. Kiveszi belőle az elemet. Az élőhely építő az 73%-os, az teljesen jó. Ja, az nem kell. Akkor betesszük azt az elemet, amit kiszedtünk a lámpából. Kinyitjuk. És íme itt látható, hogy az 55%-os elemet, hogyha bal egérgombbal betesszük, akkor elkezdi szépen nekünk tölteni. Ott van behelyezve az elem, és mint látható töltődik 55%, 56%. Nagyszerű. Most szépen föl fog töltődni nekünk. Amíg ez feltöltődik, addig pedig összeszedjük a csikóhalhoz az alkatrészeket. Nos, ahhoz, hogy csikóhalat állítsunk elő, mint tengeralattjáró, ehhez szükségünk van egy olyan szerkezetre, amit korábban már összeszedtünk, már mint a tervrajzát korábban összeszedtük, amit úgy hívnak, hogy, már is mutatom, a gépek között található hordozható járműkészítő. Ez kell ahhoz, hogy a csikóhalat elő tudjuk állítani a hordozható járműkészítővel, úgyhogy először a hordozható járműkészítőt fogjuk előállítani. Amihez szükség van titánrúdra, ami úgy állítódik elő, hogy 10 darab titánt kell összefabrikálnotok a fabrikátorral, és abból készül a titánrúd. A kenőanyag, azt már korábban tudhattátok, megmutattam, a kúszó növénynek a magjából vagy a terméséből állítható elő szintén a fabrikátorral. Viszont kell hozzá még energiacella, amit még eddig nem mutattunk. Úgyhogy az energiacellát most megnézzük, hogy miből tevődik össze. Fölmegyünk, itt látható az elektronikánál energiacella. 2 dalam elemet kell előállítani, ami ugye 2 savgomba és 1 rézérc hozzáadásából állítható elő. Illetőleg 1 szilikon gumi, ami itt fönn megnézhető, ugye szintén a kúszószörő magfürtjéből állítható elő. Ha ezt összeállítottátok, akkor kész lesz az energiacellátok, mi is megcsináljuk. Nyersanyag, elektronika, energiacella, 2 elem, szilikongumi. Nagyszerű. Telepíthetők, ugyanúgy a fabrikátor. És itt látható, hordozható járműkészítő. Titánrút, kenőanyag, energiacella. És meg lesz a hordozható járműkészítőtök. Úgy is van. Na kérem.
Itt van az eszköztárban, így néz ki a hordozható járműkészítő, ezzel tudjátok a csikóhalat majd létrehozni. És akkor most összeszedjük még a csikóhoz, ami kell, és előállítjuk most már tényleg a csikóhalat. Na, hordozható járműkészítő, itt a csikóhal, nézzük. Szükséges hozzá egy titán rúd, ami 10 darab titán összefabrikálásából tevődik össze. Egy energiacella, az imént elmondtuk, hogy miből áll. 2 darab üveg, ami 2x2 kvarcból tevődik össze az üveg. Kenőanyag, kúszószörő magfürt és egy darab ólom. Ha mindez megvan, akkor a csikóhal előállítható. Nya! Menjünk is ki az udvarra. És itt a felszínen kitesszük a hordozható járműkészítőnket. Fent vagyunk. Elővesszük a járműkészítőt, hadd menjem. És íme, itt a hordozható járműkészítőnk, fel is tudunk rá mászni. Két drón, az fogja nekünk építeni a járművet, belépünk. Járművek, és a csikóhal az imént elmondott alapanyagok összeadásából előállítható. The sea moth is a fast, safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. És ott a csikóhal, hölgyeim és uraim. Na, menjünk is. Íme! A csikóhal előállt. Úgyhogy ezek annyira hasznos dolgok, hogy ezek nélkül a továbbiakban szinte nem is tudjuk folytatni a játékot, úgyhogy ez mindenképpen szükséges, hogy ezek meglegyenek. Az elemtöltő is nagyon fontos, nagyon hasznos, de a csikóhal az szinte elengedhetetlenül szükséges. Szálljunk is be. Welcome aboard, Captain. Energiacellával működik, amihez energiacella töltő kell, tehát ez már nem ez elemtöltő, ehhez már kevés lesz. Úgyhogy ehhez majd az energiacella töltő állomást kell majd beszereznünk. Erről is majd szót ejtünk a későbbiekben. Úgyhogy addig óvatosan kezeljétek a csikóhalat, csak a legszükségesebb esetben használjátok, mert elfogyhat belőle az elem. Persze lehet majd későbbiekben fejleszteni a csikóhalat, napelemmel, stb., és akkor már nem kell az energiacellákkal baszakodni. Illetőleg, hogyha beszerezzük majd a későbbiekben, kicsit spoilerezek, hogyha beszerezzük a későbbiekben a száraz dokkot, akkor az alapból is feltölti a csikóhalunkat. De ez majd a jövő zenéje, ez majd a következő epizódokra tartozik. Tartsatok akkor is velünk, ha tetszett ez az epizód, és tudtam nektek ebben a játékban segíteni, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!